Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnap Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünkön két éneket fogunk énekelni, a 326-os énekünket, ennek az első két versét énekeljük az Isten tisztelet elején, majd utána az a harmadik versét az igehirdetés előtt, az igehirdetés után pedig a negyedik versét, az Isten tisztelet végén pedig a 293-as énekünket. Így kezdjük el most a mai alkalmunkat 326-os énekünkkel. Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Légy kegyelmes és örvendeztesd meg lelkemet, hiszen te jó vagy és megbocsátó. Eljön minden nép, amelyet alkottál, és csak előtted borul le. Uram, ismertesd meg velem utadat, és öltöztess igazságodba. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívemből, és tisztelem nevedet örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Imádkozzunk. Urunk, oltalmaz egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mindörökkön örök. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét,
Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnap Ószövetségi Szentigét olvasom Mózes első könyvének második fejezetéből, a 4. verstől a következőképpen. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és elederre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott és 4 ágra szakadt. Egyiknek Pisón a neve. Ez megkerüli Havillá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak a neve Gihon. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A 4. folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Hallgassuk meg az ünnep levélbeli szentigéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, az 5. fejezetből, a 25. verstől. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnbe, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Megkezdett énekünk a 326-os ének 3. verszakát énekeljük. Thank you.
Hallgassa meg a keresztény gyülekezet az ige hirdetés alapigéjét, ugye, mint megírva találjuk Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetében, a 13. fejezet 18. versétől a következőképpen. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát, folytatta Jézus. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országájának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja az igét és megérti azt, és termést hoz, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a magvető példázatát azt hiszem mindannyian nagyon-nagyon jól ismerjük. Egészen kicsi hittanós korunkban már találkozhattunk vele a hittanórákon, aztán újra és újra bibliaolvasó emberként elénk kerül, évente legalább egyszer-kétszer, de lehet, hogy többször is. Talán ez egyik legismertebb. Hangsúlyoznunk kell, hogy egy példázat. Jézus mindig olyan példákat hozott az életből, amiket mindenki értett. Olyan dolgok voltak ezek, amik akár meg is történhettek volna. Mindenki tudta, amikor azt mondja, hogy kimegy a magvető vetni, mindenki érti a szituációt. Azonban, hogy mi is megértsük ehhez, egy kicsit vissza kell menni Jézus idejébe. És végig kell gondolni, hogy az, amit ő mond, az hogy lehetséges. Hozzá kell tenni, hogy Jézusnak a példázataiban azért mindig van egyfajta túlzás is. Pontosan azért, mert ezek a példázatok túlmutatnak önmagukon. Ilyenkor szoktam föltenni azt a kérdést a kis hittanosoknak, hogy hogyan történik ma Magyarországon a vetés. És amelyik egy kicsikét már nagyobb, meg egy kicsikét jobban belelát, az úgy kezdi, hogy hát ősszel learatnak, megszántják a területet, aztán vagy ősszel, vagy tavasszal elboronálják, és belevetik a barázdába valahova a magot. Jézus idejében ez nem így történt. Jézus idejében ez úgy történt Izrael vidékén, hogy kiment a magvető, és szórta a magot a földre, majd ezek után, amikor végzett a mag elszórásával, akkor egy nagyon, ma azt mondanánk, kezdetleges ekével ráforgatták a földet a tetőn levő magra. Így került be a földbe a mag. Ezért lehetséges a másik példázatot, ezért lehet megérteni, amikor arról van szó, hogy a búza és a konkoly példázatával az ellenség kiment és konkolyt vetett a búza közé. Estére végeztek az elvetése, másnap forgatták be, és éjszaka ment ki az ellenség belevetni a konkolyt. De nem csak ezért nehezen érthető egy ilyen jézusi 2000 éves példázat, hanem azért is, mert nem nagyon tudunk a mai eredménycentrikus világunkban mit kezdeni vele. Szóval gondoljuk csak végig, rettentő sok az, ami félre megy a maguk közül. A mai világunkban ez elképzelhetetlen lenne. Tegyük hozzá, akkor is elképzelhetetlen volt. Akkor is elképzelhetetlen volt az, hogy egy magvető, aki abból él, hogy termése legyen, minél jobb, az csak úgy kiszórja azt a magot, ami kezébe van, ahova éppen sikerül. Azt mondja, az út félre esett. Hát azért az út mindig messzebb van egy kicsikét a szántóföldtől. Vagy azt mondja Jézus, hogy
köves talajra. Hát arra biztos, hogy figyeltek, hogy ne a kövek közé szórják, mert azt tudták, hogy ott nem fog megnőni a gabona. Az, amit az előbb említettünk, hogy Jézusnál egy kis túlzás van benne, hiszen ő az Istenről, az Isten országáról akar elmondani valamit. És ezt nagyon fontos látnunk a magvető példázatánál is, hogy nem a földek a döntő ebbe a példázatba, hanem az, hogy ő az Istenről akar valamit elmondani az akkori és a mai hallgatóknak egyaránt. Mondhatjuk azt, hogy ez a magvető, ez tékozol. Szórja. Szórja mindenhova. Mondhatjuk, hogy az Isten tékozol. Mert az ő igéjét, az ő szeretetét szórja mindenhova. Adja mindenkinek. Válogatás nélkül. Micsoda, micsoda pazarlás, mondhatnánk. Hiszen ha jól végig gondolunk ezen a példázaton, akkor 25%-os hasznossággal dolgozik. 25%-a megy a jó földbe. A többi az különböző helyekre esik. Micsoda pazarlás ez? Az ő igéje mindenkinek szól. Mindenkinek hirdettetik. A harang mindenkinek szól. Mindenkit hívogat, hogy hallgassa az ő igényét. Azt gondolom, hogy mi ma egészen másképpen tennénk, vagy teszünk. Mi ma csoportokat hozunk létre, beskatujázunk. Te ide való vagy, te oda való vagy, te amoda való vagy, és ha te megérdemled, akkor te ezt kapod, ha megérdemled, azt kapod, ha megérdemled, azt kapod. Annó még egy gyülekezeti tagunk a gyülekezeti újsággal kapcsolatban mondta nekem, hogy hát tisztelendő úr, azoknak ne adjunk el, nem fizetnek egyház fenntartói járulékot, azoknak nem jár. Ez a gyülekezeti hírlevél. A történethez hozzátartozik, hogy pontosan azok, akik egyszer csak megkapták mégis ezt a gyülekezeti hírlevelet, és ezáltal lettek megszólítva, ők is elkezdtek csatlakozni a gyülekezet közösségéhez. Csak egy megszólítás kellett. Csak egy hívogatás kellett. Gyere, mert itt jó együtt lenni. Mi így gondolkodunk. Ok, okozat. És nem bírunk, és sokszor nem is akarunk ebből kilépni. Ha tetszik, akkor megkapja, amit akar, vagy amit akar. Ha nem tetszik, amit mond, nem tetszik, ahogy csinál, akkor nem kapja meg. Az Isten kegyelmét azonban nem lehet lekorlátozni. Az Isten kegyelme az mindenkié. Az mindenkinek szól. Azt vihetem Istennek, elég a te kegyelmet. Most énekeltük az éneket. Ez az, ami nekünk is elég. És ez az, amit mindenkinek oda akar adni. Jézus, amikor fölmegy a keresztre, amikor szenved értünk, akkor nem azt mondja, hogy érted, szenvedek, érted meg nem. Hanem mindenkiért. Még azért a Péterért is, aki háromszor megtagadja. Még azokért is, akik oda mennek és csúfolják, ott imádkozik értük. Uram, bocsáss meg, nem tudják, mit cselekszenek. Hol tovább még? Értem is. És érted is. Imádkozik. Az ő kegyelme mindenki, az ő áldozata mindenki, a bűnbocsánat ő miatta mindenki. Az már egy másik történet. És az egy teljesen máshová vezető gondolat, hogy ki hogyan éli ezt meg. Ki mennyire építi erre rá az életét, vagy mennyire befolyásolja őt a világ, vagy egyszerűen elmegye mellett az egész kérdés mellett, vagy kitartás hiány keres valami másik megoldást, valamit a világba, ha már nagyon sok mindent kínálnak. Mert logikával nézve, ha
75%-os haszontalansági ráta az nagyon sok. De föltehető itt a kérdés, és föl is kell tennünk a kérdést magunknak, hogy mi vajon hol vagyunk? Mi vajon melyik csoportban vagyunk? A 25%-ban vagy a 75%-ban? Mi hova soroljuk magunkat? És hogyha nem tetszik a válasz, akkor van út. Van út az Istenhez. Van út az Atyához. A Krisztus keresztjén keresztül. Ez az, amiben bele lehet és bele kell kapaszkodni újra és újra. Ez az, amiért úgy lehet megállni egy koporsó mellett, egy sír mellett, hogy azt mondja az ember, hogy hát itt nincs vége. Hogy nem Isten hozzáadott mondunk, hanem úgy búcsúzhatunk, hogy viszontlátásra. Mert eljön az a pillanat, amikor újból együtt lehetünk. Újra ott lehetünk majd az Isten végtelen szeretetében, az ő örök országában. Ez lehet a reménységünk. Újra és újra. Amikor elmond szeretteinkre gondolunk. Hogyha Jézus így befejezte volna ezt a példázatot, vagy azt mondja, hogy van, amelyik mag jó földbe hullott, akkor ennek a példázatnak azért nagyon keserédes vége lenne. De Jézus nem hagyja itt abba, hanem tovább megy, és azt mondja, hogy igen, és van, amelyik 100-szoros, 60-szoros vagy 30-szoros termést hoz. És itt megint újból egy jézusi túlzásra kell azért felfigyelnünk. A mai napig nincsen még olyan kitenyésztett, kikísérletezett gabona, ami egy magból 100 magot hozna. Akkor sem volt természetesen. De termést hoz. És ezzel Jézus egy teljesen más dimenzióba helyezi át ezt az egész példázatot. Ezzel Jézus értelmet ad a magvető munkájának. Értelmet ad annak, hogy ő szórja azt a magot akárhova. Értelmet ad annak, hogy ő szenved a kereszten. Értelmet ad a megváltásnak. Értelmet ad a halálának és feltámadásának. Mert sokszoros termés lesz. Sokan mondják azt, hogy Isten ilyen vagy olyan mai világunkban. Sokan mondják azt, hogy miért engedi ezt, vagy miért engedi azt, és jutnak el akár egészen az Isten tagadásig. Sokszor hívő emberként, és sokszor talán a Bibliát félreértő emberként nem érti az ember, hogy hogy lehet ez. De Pál azt írja, hogy bármilyen nehéz is ezt elfogadni, a hit nem mindenkié. És ez a magvető példázatával kapcsolatban nagyon is újra és újra fel kell, hogy merüljön bennünk, hogy igen, van ahol nem a jó földbe hullik a mag. Igen, vannak olyanok, akik ezt nem képesek elfogadni, nem képesek befogadni, vagy nem akarják, vagy nem éppen úgy hozza a különböző dolgait. De nekünk, akik hiszünk, mondja Pál, az Istennek az ereje. Adja Isten, hogy tudjunk odafigyelni arra, amit ő mond. Hogy tudjunk újra és újra az ő igényére rácsodálkozni, hálát adni érte. Hogy meg tudjuk érteni, hogy az, hogy ő mindenkinek adja, abban mi is benne vagyunk. És ezért ővé legyen a dicséret és a dicsőség mindörökön örökké. Amen. Úr Jézus Krisztus, aki mindent odaadtál értünk, hogy életünk és üdvösségünk legyen, tégy minket olyanná, hogy mindenünkkel, amint csak tőled van, készségesen szolgáljon neked és embertársainak. Amen. Isten ígére válaszul fennállva, hallgassuk, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. 2020-ban az úrvacsora hívét éljük. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni, megragadni a nagy titkot, Isten látható, ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkba. Az úrvacsora azt jelenti, hogy nekem olyan Uram van, aki nem csak ajándékot ad, nem csak valamit odaad magából, hanem önmagát adja teljesen, és vele együtt mindent. Bár az úrvacsora évét éljük, mégis azt kell hirdetnem, hogy egy ideig most az úrvacsorával kapcsolatban böjtöt kell tartanunk a járványhelyzetre való tekintettel, szentséggel. Belát, nem tudjuk, hogy meddig, de nem lehet élni. Következő Isten tiszteletünk október 4-én, Szent Háromság ünnepe után 17. vasárnap 10 órától lesz itt Kissomlyó. Hirdetem, hogy október 11-én családi istentiszteletet tartunk 10 órától Kissomlyón. Hirdetem, hogy október 18-án betakarítási hálaadó istentiszteletre hívogatunk mindenkit ide a Kissomlyói Evangélikus templomba 10 órára. A hálaadó alkalom lehetőséget ad arra is, hogy hálán kielévő adománnyal támogassuk a gyülekezet életét. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy maszkot, énekeskönyvet mindenki hozzon magával az alkalmakra. Előre is köszönjük. Az élet és halálra 2020. szeptember 3-án elszólított a családja és gyülekezetünk köréből Sebestyén István és Samu Margit testvérünket életének 83. évében. Utolsó földi útjára szeptember 15-én kísértük a Borgátai temetőben. Ravatala mellett Izsaiás próféta könyvének 41. fejezetéből a 13. vers alapján szólt a vigasztalás szava. Ez az ige így hangzik. Én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, alágyőző, életet ajándékozó Úr, meghalt, akit szerettünk, és most sírunk. Te megérdez, hiszen te is sírtál barátod Lázár sírjánál. Emberré lettél, megérted fájdalmunkat, gyászunkat. Előtted nem szégyeljük könnyeinket. Köszönjük, amit az elköltözöttben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt járt közöttünk, s eddig a miénk lehetett. Bocsáss meg vétkeit, és bocsáss meg a mi vétkeinket is. Enyhíts fájdalmunkat, gyógyíts lelkünk sebét, hagyd vigasztalást. Őrizd meg attól, hogy úgy gyászoljunk, mint akiknek nincs reménységünk. Amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törőre minden könnyed, némítse minden panaszt és jajszót. Urunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és vigasztalj meg minket. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Megkezdett énekünk utolsó versét énekeljük. Jézus, a Sopár, Békeke,
záró imádság előtt kérem, hogy hallgassuk meg a püspöki körlevelet. Kedves testvéreink, a COVID-19 terjedésének gyorsulásáról mindannyian halljuk az aggasztó híreket. A ránk bízottakért a magunk helyén mindannyian felelősek vagyunk. Ezért ismételten szeretettel kérjük gyülekezeteink és intézményeink vezetőit és tagjait a fokozott óvatosságra, a korábban kiadott püspöki ajánlások és a helyi védekezési szabályok felelős betartására. A tavaszihoz hasonló országos és általános templombezárásokat szeretnénk elkerülni. Viszont a fertőzési gócpontok területein helyileg a templomok bezárása is szükségessé válhat. Senkit sem szeretnénk magára hagyni a súlyos döntésekben, ezért kérjük közösségeink vezetőit, bizalommal forduljanak hozzánk. A nehéz időkben különösen is fontos, hogy szóljon Isten igéjének erőt, bátorítást, vigasztalást és reményt adó üzenete. A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük lelkészeinket, hogy a betegek és a kényszerhelyzet miatt alkalmainkról távol maradók számára is tegyék elérhetővé ige szolgálataikat képben, hangban vagy nyomtatott formában. Segítsük a gyülekezetünk köztartozó családokat, hogy a luteri hagyományhoz méltón otthoni elcsendesedéseket, családi áldatokat tartsanak. Péter apostol tanácsával ajánljuk egyházunk tagjait, szeretett hittestvéreinket Isten oltalmazó szeretetébe. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Így a Péter apostol első levelében, az 5. fejezet 7. versében. Erősvár a mi Istenünk, Budapest, Győr 2020. szeptember 12. Dr. Fabinyi Tamás, Kondor Péter és Szemerei János püspökök. Most imádkozzunk. Istenünk, akitől minden jó adomány és tökéletes ajándék származik, hallgass meg most a könyörgését. Add Urunk, hogy Szent Fiadat követve neked tetsző életet éljünk. A hitben nap mint nap növekedjünk, a reménységben szilárdan álljunk, a szeretetben pedig egyre jobban bővölködjünk. Könyörgünk egyházadért. Ajándékozz meg az egyetértés és a békesség lelkével. Segíts, hogy maradéktalanul elvégezze a szolgálatot, amelyel megbíztad. Gyülekezetünkben is nap mint nap növeld a hitet, és erősítsd a szeretetet. Urunk, a fiatalok szívébe is ébresz vágyat igéd és a gyülekezet közössége után. Add, hogy akik távol maradtak egyházattól és a hittől, azok visszataláljanak. A hozzád hűségeseket pedig erősítsd, hogy bátran tanúskodjanak hitükről minden ember előtt. Könyörgünk a családokért. Fűzd szorosabbra a szeretet és a megértés kötelékét a házastársak, a szülők és a gyermekek között. Add, hogy a felnőttek hitben való élete a gyermekeket is hozzád vonzza. Urunk, szabadíts meg minket a mulandó javak kísértésétől. Add, hogy akaratodat komolyan vegyük, és az örök élet beszédét hittel hallgassuk, hogy teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és egész elménkkel szeressünk téged. Vezess bennünket életünk minden napján az üdvösség felé. Könyörgünk a világért és minden embertársunk. Szabadíts meg a fájdalmaktól a szenvedőket, gyógyíts meg a betegeket, lásd el javakkal a szűkölködőket. Hagy békességet és csendes életet minden embernek. Hallgass meg minket, Urunk, és növeld hitünket, hogy mindenkor hülyek legyünk hozzá, és téged dicsőítse minden szavunk, cselekedetünk és egész életünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek a nevében még együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet.
193-as énekünket énekeljük. Örök